Szép jó estét kívánunk minden kedves nézőnek. Újra itt vagyunk, a Schalke és a Splice összecsapásánál. Köszönöm szépen, Buci. Nos, hogy most már így megtollasodtam, akkor nagyon kíváncsian várom a te véleményedet az előző mérkőzéssel kapcsolatban. Ugye nem jutottál szóhoz. Te mit gondolsz, Buci, a Schalkénak van-e esélye az egyenlítésre? Esély az mindig van, főleg abból kiindulva, hogy már egyébként Knax is leszpoilerezte az eredményt, meg én is bemutattam a kedves kis ujjaimmal, hogy egy-egy lett az előző Rocket, a szünetbe, persze, Rocket G2 összecsapás. Nem csak abból az összecsapásból kiindulva, tehát alapvetően ott a Rocket egy hátrányból fordított, egy elég nagy hátrányból, tehát hogy azért van esély, ezt mindig már ki is emeltem, hogy van esély azoknál a csapatoknál is, akik hátrányba kerülnek a játék korai és középső szakaszában, hogy fordítsanak, csak nagyon nehéz, tehát alapvetően sokkal jobban megnehezíti, illetve hibázásra kényszeríti, inkább, vagy legalábbis hibázásra kell, hogy kényszerítse azt a csapatot, aki vezetni tud. Na most a Schalke, őszintén megmondva, jól kezdte a mérkőzést, köszönhető a Splice-nak egyes hibáira, gondolok itt Mikire, aki ugye nem Miklós, és nem is feltétlen magyar, de még talán lehetne, vagy legalábbis közel lakik hozzánk, mert hogy ő szlovén állampolgár eredetileg, tehát egyébként felbomlott a Splice-nak az úgymond egy helyről érkezünk, egy nemzetiség, csak dánok, nem, tehát hogy az már felbomlott, de innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a Splice szépen visszahozta azt a meccset, amit azért nem biztos, hogy úgy nézett ki az elején, hogy meg fog nyerni. Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a Schalkéban is van lehetőség. Gilius nagyon gyengén szerepelt szerintem az első mérkőzésen. Fog sem tudta megmutatni azt, amit a múlt héten képes volt hozni, mert azért egyrészt a Unicorns of Love ellen és másrészt a másik meccsen az H2K ellen is elég jól állt a salat a középső ösvényen. Na majd most egy jó kis Vladimirrel megmutathatja, mit tud, ha a középső ösvényre érkezik. Hiszen már benne is vagyunk a tiltási és választási fázisban. Braum, Bard és Rek'Sai tiltás érkezik a Schalke oldaláról. Kettő játékostól is elveszik az előző mérkőzésben hozott karaktert, illetve Rice, Ellis és Nidali a tiltás a Splice részéről. A dzsungelből egyértelműen kiszedték a magabiztos hősöket, talán még Kindred maradt ott, illetve Lee Sin-t is láttuk még számtalan alkalommal, de talán pont Kindred az, aki nem nyújtott meggyőző teljesítményt eddig. Hát a mai nap során semmi. Mai nap folyamán sem, meg a múlt héten is kifogásolható volt, viszont Gragas-szal szeretné Trashy megmutatni most, hogy hogyan is kell játszani Giliusnak, illetve Caitlyn ott maradt Kobinál, és az egy eléggé biztos választás, úgy érzem. Illetve Caitlyn nagyon erős tud lenni, bőven van benne sebzés, és a távolságot is jól tudja tartani. Azért én úgy gondolom, hogy Thrashy még egyelőre egy flexibilis választást hozott. Jöhet az még Wunder kezébe is, az a Gragas felső ösvényre esetleg, de hogyha a dzsungelbe érkezik, akkor a régi, jól megszokott helyére érkezik, majd az a pocakos, borozgatós, vagy esetleg sörözgetős karakter. Viszont a Schalke No Fear választhat most magának még két karaktert. Hogyha marad, alapvetően a Graves választás, illetve Mr. Lares kezébe jön majd Sivir, de gyorsan közben elválasztanak, inkább a Kindredre esik a voksuk, aki azért egy pici átalakításon átesett, de attól függetlenül inkább azt mondom, hogy inkább csak trükkösebb lett ez a karakter, mint hogy gyengébb. Senkax Anivia, jöhet Anivia ismét ide be. Wow! Hát volt már Aniviánk, nem egy, volt jobb is, rosszabb is. Igazából viszont Froggen is elhozhatta magának. Nagyon sok példát nem igazából fattam. Az Anivia az mindig azért választás, mert hiába van neki ott a passzív képessége, a kis tojás, amiben újra tud éredni, úgymond. És ez mondjuk a játék elején eléggé sokat jelentett az ő számára, mert mondjuk nincs annyi sebzés még az ellenfél játékosaiban, hogy kétszer is meg tudják őt ölni. De azért menekülési képességeknek hiány lehet ez a hős, és nagyon fontos lesz, hogy a jégfalakat hogyan fogja alkalmazni, mert abban rengeteg lehetőség van, és nagyon sok hibázási potenciál is, viszont Zyra esik az utolsó választása a Splice-nak. De nem a mostani tiltási és választási fázisban, hanem jelen pillanatban. Most kérdés, hogy a Schalke végül mivel fejezi be a felállását? Mindenképpen jó lehet akár Spratel kezébe az a Nami,
Zájra pedig ma már többször is, illetve még a múlt héten is bemutatkozott már, hogy az átalakítások után, tehát a mágus frissítés után abszolút van helye az LCS-ben, a profi ligában, bárhova jöhet, és általában mostanában inkább a támogató pozícióban látjuk ezt. Az már megint kérdéses, hogy ha jön egy Alisztár, bár amint eléri a 11-es szintet, már egy fokkal jobb a helyzete, viszont a korai játék szakaszban köszönhető az 50%-os sebzés csökkentésnek, a csak 50%-os sebzés csökkentésnek, még büntethető, illetve ugye például toronyalás sem nagyon lehet azért, vagy legalábbis nagyon-nagyon ki kell számolni ezt a toronyalá érkezést 6-os szint után, szóval még mindig ott van a Alisztárban az a fajta berobbanok és egy olyan hard engage nagy durva, hirtelen kezdeményezéssel tud jönni, ami azért ténylegesen jó tud lenni egy csapatnak, viszont attól függetlenül, ha a korai játékszakaszban meg tudják fogni azt a bocit, akkor bizony jó kis steak lehet itt a Spice csapatának. Viszont Steve azt mondja, hogy ha már van nekünk egy tankos Alisztárunk, ha már van nekünk egy tanki középső ösvényesünk Fox Vladimirjével szemben, vagy a Vladimirjával, azért ő neki életereje az biztos lesz, őt megölni nagyon nehezen lehet majd, akkor elhozhatok inkább egy sebzésorientált felső ösvényes, aki nem feltétlen a tankosság felé fogja venni a játék korai szakaszában. Az építkezést várhatunk tőle, háromság hatalmát, esetleg még egy kis sebzést, esetleg mondjuk valami minimális tankosságot majd a vége felé, de Thrashy kezében marad egyébként az a Gragas és Wunder az, aki egy felsősvényes fizt hoz magával. Wow! Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, jelen pillanatban hát egy olyan csapat összeállítást hozott mind a két oldal, ami nem a régóta megszokott hősökből áll most már. Egyértelműen látszik ugye a hatása a változtatásoknak, és most már senki sem tagadhatja le, hogy az átalakításoknak a hősválasztás során is hihetetlen nagy szerepe van. Bővült, mindenképpen bővült az a hősbázis, amivel mostanában játszanak a játékosok. Tény, ami tény, vannak még inkább maradibb emberek, akik azt mondják, hogy a beváltat azt hozom el, ami jobb volt, amivel már kipróbáltam magam, tehát most gondolok itt a Viktor Azir párharcra a középső sűnyen természetesen, főleg inkább Viktor az, aki még mindig nagyon erősen tudja tartani magát ezen a pozícióban, viszont én úgy gondolom, hogy azért egy jó 10-10 valahány hős az, aki köszönhetően egyrészt a mágus változtatásoknak, illetve a tárgyváltoztatásoknak újra visszakerült az idézők szurdokába. Innentől kezdve azért vannak már sokkal érdekesebb választások is, nem az a megszokott 10-15, hanem most már akkor a 20-25 az, ami fog érkezni, de most mi meg becsatlakozunk a második mérkőzésbe, mai nap utolsó mérkőzésébe, Schalke 04 a kék oldalon, illetve Splice a piros oldalon. A Schalkénak kéne a győzelem ahhoz, hogy egy pontot el tudjon hozni. Mindenféleképpen, és hát nézzük meg, hogy mire is számolhatunk, vagy mivel is számolhatunk. Ugye nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Senkak Sanivia hogyan fog teljesíteni, mert ezt, ahogy már kiemeltük, egyértelműen a falakkal is jól tud majd zónázni, akár rajtaütéseket is blokkolni, mint látjuk, a hangot is egyértelműen a játékból idéztük, viszont amit mondani szerettem volna, az ugye ezt egyébként egy Azirral szemben néztem volna meg, hogy ő visszatáncol. Ha. Tehát az akkor már ott nem tudom, ott egy-egy lett volna a középső ösvényes, nem tudom, csipkelődések. Kinek lesz igazán tollas a hátait, az lett volna azon a meccsen a kérdés. De ugye van villámfagyasztás a Senkaksnak, egy gyors fagyasztás, fantasztikus kábítási lehetőség Anivia részéről, amivel ő ki tudja adni a kombóját és távolról, óriási sebzést tud kiosztani közben amúgy Sprattel, és Mr. Rale érkezése nem marad titok
a Splice játékosai számára az ösvénycseréről most már tudnak. Ettől függetlenül nem reagálnak, csak még Miki az, aki egy picikét be akar kontárkodni ide. Viszont válaszolnak Giliuszék egyértelműen, és mivel Vörös Szeder hát elősítés volt az első, amit elhoztak, óvatosan kell Mikinek itt dolgoznia. Nem is nagyon tud beleszólni már ebbe a küzdelemben. Megy tovább a küzdelem és a csata, mert azt a szót szeretem. Jelen pillanatban talán egy kicsit passzívabb kezdést láthatunk mind a két oldalon. Itt a középső ösvényen beindulnak a srácok. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlen fognak beindulni a srácok, viszont Steve, illetve Wunder is elhasználja a teleportját, mert az ösvénycsere csak feles volt, a Schalke kezdeményezte, ők érkeztek a felső ösvényre, erre nem reagált a Splice, így megtörténik majd a korai legalább egy-egy torony döntés. Az, hogy ebből kettő lesz-e, mármint csapat szinten, az attól függ, hogy hogy gondolkodnak a srácok, helyeznek-e ki mélységi őrszemet, tehát oda a kettes szintű toronyhoz, hogy lássák, tegyük fel, amikor kijön majd a másik fél, a ellenfél az ösvényre, vagy inkább maradnak, mármint Mr. Rales és Sprattel esetleg megint a felső ösvény fele érkezne, vagy Kobiék maradnának az alsó ösvényen, és inkább megpróbálják megakadályozni a torony döntést. Steve az utolsó utáni pillanatig kivár, természetesen azért, hogy minél több minion legyen az, aki meghal. Kobi barátom! Hát ez bizony egy kis életerő visszatöltés volt, még az a szerencse, hogy nem kellett elhasználni a gyógyítását, tehát mondhatnánk ezt úgy, hogy calculated, de én úgy gondolom, hogy ez inkább volt fájdalmas, mint egy számított dolog, és nem, egyik csapat sem szeretné egyébként megvédeni a maradék külső tornyát, már mint az alsó, illetve a felső ösvényen, ugyanis fordul a kocka, a Splice alsó ösvény párosan megy föl a felső ösvényre, Kobi és Miki segítségével, Miki egyébként már ott van, tudja zaklatni egy kicsit Steve-et, aki nagyon sok életerőt kell, hogy Miki sebzésének és képességeinek gyűrűjében vagy töviseiben elszenvedjen. Hojjaj, Senkax babám! Senkax így pont tudott fordítani Fox-szal szemben, viszont már most látjuk azt az előnyt, amivel Vladimir rendelkezni fog. Nincsen neki manája. Nem kell támaszkodnia erre az értékre. Folyamatosan tudja a képességeit alkalmazni, amint azok elérhetővé válnak. Míg Senkaxnak be kell osztania a manáját, és ha pont nincsen ideje, és manája egy jó kábításra, akkor Fox a felerősített transzfúziókkal óriásit tud tépni azon a kis galambon. Pont azért lehetne talán egy jó ötlet, hogyha Freshy most a középső ösvényre érkezne egy rajtaütésre, nem a felső ösvényre a toronyra, lehet, hogy akkor valószínűleg időt, illetve sebzést veszítenének, de attól függetlenül ugyanúgy Gilius is az ellenséges dzsungelben kezd el táborokat szedni, sőt, még egyébként őrszemeket is kihelyezni, közben megérkeznek a felső ösvény játékosok az utolsó torony döntésekre, mármint a felső és az alsó ösvényes tornyokat dönteni. Fox pedig kihasználja a teleportját, így érkezik a középső ösvényre, hogy ne veszítsen még több farmot. Egyébként is vezet egy tízessel, ez talán köszönhetően Aniviának, illetve Senkaxnak a kevés manája miatt tehető meg, viszont mivel a Schalke tudta ledönteni az alsó ösvényen a külső tornyot, innentől kezdve nekik jobb pozíciójuk volt, az első sárkányra, ami nem más, mint egy óceán sárkány. Ez egyébként kivételesen jó lehet Senkax, Kobi és Mikinek a szurkálódó kompozíciója, vagy legalábbis az ő szurkálódásukra válaszként, hogy távolról lövöldöz a Caitlyn, távolról lövöldöz a Zyra, távolról lövöldöz még Senkax is, de jó, hát én el tudok futni, legalábbis vagy elmegyek, viszont onnantól kezdve passzívan töltődő életerő, illetve mana, az nagyon jól tud jönni. Egyértelműen, ugye ez egy hasznos kis sárkány tud lenni tényleg ilyen esetekben, amikor tudod tartani a távolságot. Kobi az, aki Steve-et hazakényszeríti, úgymond még hiába egy Irelia-ról beszélünk, azért jelen pillanatban még óvatosan kell csatáznia egy, de most már ugye két szinttel erősebb Caitlynnel szemben. Nem is ez a kérdés, hogy ki győzött volna, hanem hogy megérte-e volna bárkinek is ott tovább piszkálódnia. Most, hogy már hatos Senkax, így gyakorlatilag ő is tud majd rendesen farmolni és piszkálódni
de a manájára oda kell majd figyelni, nem véletlenül van nála már az istennő könycseppje elérhető szinten, tárgyak között, így folyamatosan fogja a varázslatait ugye nyomogatni, illetve egyre jobban bír majd az ösvényen is ott maradni. És Fox az, aki alapvetően inkább tankosítással kezd, tehát talán a szellemarc felé veszi az irányt majd, köszönhetően a kísértett Kamzsán Agilius közben. Nagyon remélem, hogy kitakarítja ezt a mindent látó őrszemet, mert éppen azon masírozott. Tehát egyébként az őrszemjáték szép, tehát például a Fox, tehát az Amerikában van. Például a Sáke tökéletesen látta, hogy Freshy, illetve most Miki és Kobi a középső ösvény felé érkeznek, illetve Freshy Glagasa, az folyamatosan lopkodni próbált a sárkének a déli dzsungeléből. Fox kap egy kis lekötést, illetve egy kis sebzést azoktól a gazoktól, vagy virágoktól, de onnantól kezdve igazából őt ez annyira nem hagyja meg. Főleg úgy, olyan, így viszont már... Ez azért eléggé fájdalmas volt, ugye? Azt mindenképpen meg kell említeni, hogy ugye Aníviának a végső képessége az folyamatosan egyre nagyobb lesz, ahogy az idő eltelik, tehát nem az van, hogy azonnali alkalmazásnál egy hatalmas területet ér, ez egyfajta gyengítés amúgy Aníviát tekintve, de aztán pedig erősítés is, mert végül is nagyobb területre tud ugyanúgy eljutni majd a képessége. Szóval úgy gondolom, hogy itt van esélye Senkaksnak egyértelműen Fox-szal szemben. Na de, 9. percnél járunk, és a célpont küzdelemből egyértelműen jobban tudott kijönni. Jaj, Fox, ott nem csúszol át, vágod, érkezik a fagyasztás, ami elől Foxnak el kell villannia. Senkaks nagyon jó kis csali madarat játszott. Fox van csali madár, meg igazából pali madár is van, de hogy konkrétan Fox egyszerűen el kellett, hogy villanjon, az a kábítás valószínűleg pont még területen belül hatott volna. Onnantól kezdve Senkaks lehet, hogy nincs túl sok mannája, de hát attól függetlenül már azért van egy kis sebzése. Szép Mr. Ralesztől közben a varázspajzs ezzel Mikiksnek a földhöz legyökerezését, földhöz kötését tudja levédeni, és hogyha már a mana problémákról ejtettünk szót, akkor tökéletesen jó időben érkezik Senkaksnak bizony az a kék erősítés. Wunder, hát én úgy gondolom, hogy ez nem volt kérdés, hogy le fog maradni egy Irelia-val, egy Steve-vel szemben a játék elején farmokban. Mondjuk az, hogy már 25-tel, az már inkább nagyobb baj, de az a függetlenül Steve hamarabb tudott kijönni, bármennyire is hazakergette Kobi, őt először az ösvényéről mindenképpen el tudja hozni. A Splice egyébként, hogyha megnézzük az idézői képességeket, rettentő agresszívan érkezik. Az idézők szurdokában 3 darab égetéssel rendelkeznek. Felső ösvény, középső ösvény, alsó ösvény, jófán minden ösvényen van egy égetés. Ez már csak mondjuk egy nem tudom, olyan dzsungeles lenne jó, akikre mondjuk nem feltétlen hozod a villanás, mondjuk egy Hecarim, vagy egy Sivana, vagy valami, akkor még mondjuk Thresh is hozna egy égetést, akkor jóformán csak a lövész pozícióban nem lenne ez az idéző képesség. Ezzel szemben pedig inkább kifárasztással is az említett kettős teleporttal válaszol a Sáke, tehát inkább egyfajta defenzívebb, de pont a teleport miatt akár támadásra is kihasználható taktikus talán. Pontosan idéző képességet hoztak, megint csak nagyon jó az az őrszem, ott lebuktatja Miki és Kobinak a járkálását. Kicsit talán hiba lehet Resi részéről, hogy ő egyelőre nem vásárolta meg a lencsét, annak ellenére, hogy nyomolvasók tőre van nála, aminek köszönhetően ugye tud őrszemeket pakolni, hát nem bízza a véletlenre. Viszont így nehéz takarítani a Schalke hihetetlen nagy őrszem vonatát szintén. Ami viszont biztos jelen pillanatban, hogy ez a mérkőzés nem a szívbajosok számára lett kitalálva. Pontosabban de, tehát hogy itt jelen pillanatban... Nekik szól, mert igazából túl sok izgalom és akció még nem volt. Attól függetlenül mind az alsó, mind a felső ösvényen a kettes szintű toronyra támadnak rá, és arról beszéltünk, ugye, hogy Steve-nek van egy 25 farmos előnye. Na most Steve úgy gondolta, hogy megteheti ezért, hogy a középső ösvényre ellátogat, meglátogatja Foxot. Mi újság, Vladimir? Jól vagy itt a középső ösvényen? Természetesen persze minden rendben van. Eddig
Wunder alapvetően végigment a felső ösvényen, ledolgozta ezt a hátrányát, sőt még előnyt is kovácsolt, és nem tudták bedönteni az alsó ösvény kettes tornyát, így viszont a középső ösvényre érkezve Fox lehet bajban, de attól függetlenül még el tud kicsit menni. Itt van Wunder is, mindenki megjött, aki csak számít. A Splice teljesen átfordul. Egyrészt a nem sokára érkező sárkányra is szeretnének szerintem tenni, sőt már ott él. Ott van a pokol. És ez egy pokoli sárkány bizony. De így egyébként sokkal jobban jött ki a forgásokból a Splice csapata, mert ő már három toronnyal rendelkezik, míg a sárkány csak kettővel. És ez a sárkány fontos mind a két csapatnak, ugye a bónussebzés, az egyszerűen nem érdemes olyan összeállítást hozni az idézők szurdokába, aki ne kamatozna ezen erősítésből. Viszont itt van a Splice, megkezdi a pokoli sárkányt a sárke. Kérdésed eszélyt akció, vagy pedig odaadják-e teljes mértékben a Splice játékosai a sárkének? Jó robbanékony hordó, Spreadtötő viszont óriási a reakció és a föld becsapása is tökéletes. A forrás zúzás, még mindig nincsen gyilkosság, mert jó volt a békesziget, de az első halott Kindred viszont három emberen is ott van a vérpest is. Nagyon sokat fog gyógyulni Fox, aki még mindig él, a transzfúziót ki tudja adni magából, még jó a további képességek használata is, viszont a hal, nyulhal megeszi végül, és négy embert veszít a sárke, valamint a pokoli sárkányt is elhozza a Splice. Hű, az ismered azt az állatot, hogy nyúlnak meg a halnak a gyerekét, az a nyal. Tehát na mindegy, szóval lényeg, hogy elhozza a csapat küzdelem után a Splice a pokoli sárkányt, ami mindenképpen bónusz, mágikus és fizikai sebzés, de közben jön a visszajátszás, Sprattet lehet visszább tessékelni, nem elég neki már, még a tankosság a Giliusnek kell, hogy kihasználja a végső képességét. Az utolsó utáni pillanatban Steve-et fel lehet dobni, és ez kulcsfontosságú, mert ő nem tudja kiosztani a sebzését a csapatharcban. A fal nagyon szépen megakadályozza, hogy leüldözzék a kevés embert, innentől kezdve pedig Fox megkapta azt a különleges állatot, amiről beszéltem. Kapott egy nyalat végső képességként, így nagyon gyorsan Wundertől. Na, az az igazság, hogy Kobit megint ki. Érdemes megint kiemelni, mert ezzel a két linnel továbbra is nagyon magabiztos teljesítményt nyújt. Ugye egy az egyben... Illetve Mr. Nall, ez ugye úgy halt meg, hogy egyrészt nem nagyon tudott semmit se csinálni a csapat küzdelemben. Így bizony nehéz lesz. Sprattel, te sehova nem mész, ott egy fal, egyébként meg még a tövisek is így lekaróznak téged a földhöz, tehát megállították én úgy gondolom azt az Alistárt, aki egyébként ugye söprögető szerepben van, tehát focista, már a holnapi EB nyitó mérkőzésre készül én úgy gondolom Sprattel, de attól függetlenül elkészült már Senkakson a korok pálcája, az mindenképpen egy jó hír neki, míg egyébként a háromság hatalma azért várat egy picit magára Steve-nél, ott van már a kalapács, ott van már a fullánk, még bizony a ragyogás az, ami hiányzik, illetve összeépíteni, amint ezt ki is mondom, meg is történik, 15. percre meg is lett, ez egy viszonylag olyan se jó, se rossz, de úgy egész szép. Hát így van, jó, ha van, ugye Steve-nél egy háromság hatalma irgalmatlanul jó tárgy az Irériák esetében. Nem véletlenül, hát néha mondhatnánk azt is, hogy neki lett kitalálva, tehát ő ezt nagyon jól tudja kamatoztatni. Talán még Korki mutat ennyire jól ez a tárgy. Na de, összességében, hogyha megnézzük, hogy milyen összeállítást választanak ugye a csapatok, akkor Wundernek a tankossága még egy picit várat magára, de azért a jégkesztyű már ugye sejteti, hogy ismételten azért egy szokásos fiszt láthatunk majd, aki egyértelműen a tankosság felé veszi az irányt. Kell is, mert kell a fal eléjük, tehát Senkakszot valahogy meg kéne védeni, Kobit is valahogy meg kéne védeni, ugye Miki nem lesz az a tank istennő, amire őt gondolnánk, ő majd maximum a CC-kkel, illetve a mozgás korlátozó képességekkel fog majd operálni, mind végső képesség, mind földbe gyökerezés részén. Azért egy kis varázs átítést azért vásárol a cipőre. Fox babám, hát te hogy kerültél ide? És nagyon jó, miért jó a három égetés? Azért, mert Fox, ha
megfordulna a kis vérömlenyekkel teli agyában, hogy gyógyítaná magát, akkor azt már is nehezebben tudja megtenni ennek köszönhetően. Ki is használta Wunder az égetés ezen előnyét, Fox pedig hát ott hagyja a fogát, ami egy ilyen vámpír jellegű lény esetében kifejezetten kellemetlen. Középsősönyen pedig megy a Splice további offenzívája. Nagyon kis sunyin hozzá kell tenni, de 5-0 most már a gyilkosságok aránya. És 5000 arany, ezt akartam én is kiemelni, hogy 5000 arany a különbség a 17-18. Percben. Az kvázi borzalmas innen, nagyon nehéz lesz. Például a jó Wunderbar elkapással lehetne valamit csinálni, de hát van. Villamás is érkezik, így Wunder most már biztosan meg fog halni. Farkasokkal táncoló ügyvet volt az, ki befejezte Wunder, de meg lesz még időben. Természetesen szurdok hírnagy, ami Szentkács kap meg. Láttuk ma már lövészen szurdok hírnek, itt, vagy pontosabban nem láttuk, de az Orihan Vitality-n X-Pack-e volt az, aki én úgy gondolom, hogy múltjára való tekintettel ez nem volt kérdés, hogy kinek adjuk oda a szurdok hírnökét, de attól függetlenül most ezt a középső ösvényes Anivia kapja meg. Hát ugye Wunderbar nem is nagyon kaphatta meg, mert ő éppen akkor a nyulakkal vacsorázott, mert ő inkább ezt a hős kinézetet hozta magával, viszont Foxot nagyon szépen el lehetett kapni az alsó ösvényen, és érte egy égetést áldoztak. Tehát, hogy az égetés az szépen lassan visszajön, minden viszont Steve-nek el kellett villannia ahhoz, hogy utol tudja érni egyszerűen Wundert, akinek nem is volt ilyen idézői képessége. Találkozgatnak itt ám a vámpír és a nyuszi, mármint hogy a halacskás nyuszi, de attól függetlenül én úgy gondolom, hogy Wunder egy kicsit még fog itt farmolgatni, majd szépen visszavonul. Nincs olyan túlságosan sok varázs ellenállása annak a pici fiznek. Innentől kezdve nem biztos, hogy olyan jó ötlet Fox-szal egyezni, illetve nagyon belemenni nincs az arcába, de pont nincs meg, egy toronylövést még megevett, és nézd meg, jönnek az átoknyelők. Ott van Steven, ott van Giliuson. De Sunyi akar lenni az a Steve, nézd meg, folyamatosan tartja a távolságot. Wunder kezdeményez, viszont most már megjött Steve, de pálcarúgás van, kimegy még ráadásul a vérpest is, és Steve megeszi a nyulat. Meghal Wunder, Steve életben marad, nem sokon múlott, de bőven elég, az átoknyelő mindenféleképpen segítette, viszont egy hegy sárkánnyal válaszol cserébe. A Splice, a célpontkezelés továbbra is jó, Senkax egyedül van, nem jó a villám fagyasztás Senkaxtól, viszont a sebzés Foxra még jó lehet, nem tud elmenni a jégviartól, és azt a rengeteg sebzés most megúszza a vérmedencének köszönhetően, Senkaxnak a kábítása pedig nem jó, mert elvillan Fox. Egy az egyenlegi szituációban Senkax lejátsza, letördi a pályáról Foxot. Igazából ez majdnem kettő az egyben volt, csak Steve-et ki lehetett zárni a jégfalnak köszönhetően, tehát Senkaxnak az az elképzelése, hogy megvédem a tornyomat, az mindenképpen szép volt. A felső ösvényen így még áll a kettes szintű torony, ugyanúgy, ahogy az alsó ösvényes kettes szintű torony is még áll, egyébként 3 darab ilyen célponttal tud vezetni jelen esetben a Splice, és inkább azt gondoltam, hogy rendben, Wunderbart meg lehet ölni. Főleg úgy, hogy megint csak egyrészt villanást kell, miközben utána ugye Senkax följött villanást kellett áldozni, illetve Steve is egyrészt a ház átoknyelője, amit lassacskán le fog járni, de attól függetlenül az mindenképpen ki kellett, hogy jöjjön. Tehát sok mindent kellett áldozni azért, hogy egyedül azt a Fist megöljék, közben cserében, mit mondott a Splice. Oké, de én elhozok egy olyan erősítést, ami, hogyha játék későbbi szakaszába eljutunk, és már esetleg a baronna sor, esetleg még egy pár torony, esetleg majd még sárkányok felé kimozdulhatnánk, akkor az remekül fog jönni a csapatnak, ez pedig nem más, mint a hegysárkánynak az erősítése. Van nekik még egy, ugye ez a pokoli sárkány, és találkozik Steve és Wunder. Itt van Fox is, megint ketten érkeznek arra a fizre. Ez visszajátszás? Nem tudom, egyelőre Steve-re megint jól zártak, de ez most kevés lesz. Pacs! Meghal Irelia! És ez már benne volt a levegőbe az előbb is. Most Wundernek kicsivel több ellenállása volt, ezt kellőképpen ki tudta használni.
Hát kiégette, én azt úgy gondolom, teljes mértékben Wunderwer Steve-et, nem csak azért, mert elhasználta ezt az idézői képességét, de én is úgy gondoltam, hogy hát ez visszajátszás csak az alsó ösvényen, aha, csak most már egyrészt volt egy kis varázsellenállása annak a Wundernek, innentől kezdve Fox kevésbé tudott rá sebezni, Steve ugyanúgy beugrott a torony alá, ugyanúgy nem érdekelte, hogy végig tankolja a tornyot, kijött megint ugyan a ház átoknyelő, de hát kevés volt, és nagyon szépen tudta ott tartani. Alapvetően Wunder jóformán más nem is fókuszált, egyedül Steve-et, égetés, végső képesség, minden menjen ki, legalább a kettő egyes szituációból hozzak el egy gyilkosságot, ami sikerült is. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy Wunder megtette, amit megkövetelt a haza, innentől kezdve igaz, elhozták az alsó ösvény kettes színű tornyát, viszont válaszolt valahogy erre egy gyilkosság fényében. Közben egyébként vásárol még egy fogazott tört magának Steve, tehát még annyira nem tankos. Itt, persze azért az átoknyelő valamilyen szinten tankosabb tárgynak számít, de például a Morellonomicon az nagyon jó. Wunder! Megtalálja a Girius, de nem tud utána menni, viszont így Girius elmenekül. Még egy robbanékony hordó, még egy fantasztikus fejlődés is jön Giriusra, aki valószínűleg meg fog halni. Mikire ugrik rá közben Steve Wunder, menne tovább, egy gyilkosság ott van a Splice-nál, mehetnek még előre, mert Steve minden csak nem tankos jelen pillanatban, illetve, hát lesz ő még valószínűleg tankosabb, vagy nem, majd kiderül a tárgyválasztásából. Az a lényeg, hogy meg tudja enni Wundernek a sebzését. Teleport, és egy végső képesség, meg egy villanás. Ez az, amit a Schalke feláldozott, illetve ugye a dzsungelesüket, tehát a Splice-nos rögtön azt mondja, hogy jó, akkor próbáljuk elhozni a Baron Nashort, ott van Senkaksu, tud egy picit a jégfallal lassítani. Kérdés az, hogy... Megvan! És elhozza Senkaksu, a sújtás rossz volt, így ha lett valamivel, még sújthattak is volna. Mr. Alex megeszik fejlővéseket, meg minden csodát, ebből baj lehet. Fox szintén még provokál egy picit, de neki a vérmedencéje elérhető volt, így el tud menekülni a Schalke, de ez most már csak egy hangyaszusszanás volt a Schalke részéről, mert a Splice elhozta a baronnasort, és újra dominálni tud, akár váltott ösvénytolással is, mert Wundernek elérhető a teleportja. Össze kell kapnia magát a Schalkének, hogyha még szeretne ezen mérkőzés során beleszólni a küzdelmekbe. Ugye beszéltünk a 17.-18. percben az 5000 aranyas előnyről. Na most ez annyira nem változott, tehát a Schalke szinten tartja ezt a fajta lemaradását, tehát nem engedi elmenni a Splice, nem engedi nagyobb előnyre szert tenni, köszönhetően annak, hogy folyamatosan szednek egy-egy tornyot, elhoznak egy-egy gyilkosságot, viszont ilyen szinten pozíción kívül lévő Kindred akár van békesziget, akár nincs, meg fog halni. Ha még mondhatnánk azt, hogy Mikinek egyébként a végső képessége, ugye hát senkit nem talált el, viszont mindenki futott kifele belőle, hogy ne találjon el az az ájra végső képesség, tehát ha más nem, akkor legalább egyfajta zónázással jó volt. Ő az, aki egyébként Liandry gyötrelme felé veheti az irányt, és ez akár egy ténylegesen jó választás lesz, de így bőven életereje, így bőven sebzése is lesz, miközben egyébként Freshy köszönhetően Gilius, Steve és Mr. Rales sebzésére koncentrálva egy fagyos szívvel lesz gazdagabb. Alapvetően, ha megnézzük jelen pillanatban, ugye a váltott ösvény tojás. Közben kezdeményez Sprattel, ott van rajta a töretlen akarat is. Kobi villan rajta a fárasztás, viszont Steve megy tovább. Egy gyilkosságot el lehet hozni, Gilius elhasználja közben a békeszigetét. Itt van Wunder is, megjött a teleportál. Mr. Rales jó célpont lehet, így van, kettős gyilkosság már is Wunderen. Ráadásul a hátsó sorban folyik tovább a küzdelem. Wunder megy tovább, Steve-et ki lehetne kapni esetleg? Így van, ki lehet kapni, de meghal közben Gilius is. Wunder van itt, Fox lehet a nagy ellenfél. Senkaksu, ha már tojás, akkor ő bele tojás mindenbe, és egyelőre Foxra lehet tovább menni. Ott van a Fizz-féle ász! Ráadásul Wunder teljesen megőrült. Legalább három embert elhozott a mostani küzdelem során. Baronnasor erősítés. Ebből nem lesz inhibitor, feltételezem, mert érkezik mindjárt Mr. Alex és Sprattel, de nagyon, nagyon keményen. Három éget is kiment, ott van Senkaksunál a Morellonomicon, és még volt passzívja is,
Tehát mivel ő ugye eddig nem halt meg, a tojás aktiválódni tudott, így a főnix madár, a jégfőnix madár újra tudott születni, de Sprattelnek a kezdeményezése egyébként nem rossz, csak picit későn jön a követés, pontosabban a Splice az, aki azt mondja, hogy nincs követés. Egyrészt jön a robbanékony hordó, másrészt Zyra végső képessége, utána pedig Wunderbear nagyon szépen fókuszálja ki Mr. Rales karakterét, Sivirt. Fox ameddig csak tudja, nagyon szépen tartja magát. Sprattel újra kezdeményez, tehát újra elérhető volt neki már a porrázúzás képessége, viszont az, hogy Fox nem tudott már mit csinálni, Wunder pedig köszönhetően a pálcaugrásnak csak egy darab toronylövést evett meg, így bőven volt még neki, illetve Senkaxnak életereje ahhoz, hogy elhozzanak egy inhibitort, védőtornyot az alsó ösvényen. Mi az, hogy inhibitort, védőtornyot? Még a sárkányt is elhozta bizony magának a Splice, ami nem volt más, mint egy óceán sárkány, így már ezzel is erősítette csapatát. Három elemi sárkányuk van, illetve... De levegő sárkány, felhő sárkány már nem lesz ezen a mérkőzésen. Ez biztos. Az alsó ösvényen megy a csali a Splice részéről, hiszen szabad csupa, szóval az inhibitor teljes mértékben. Fox és Steve rendelkezik teleporttal, de ilyen kis távon valószínűleg nem lesz rá szükségük, ha csak nem akarja a felső ösvény bosszúból elvinni mondjuk Steve, és ezért oda teleportálna. Eléggé bátor húzás lenne, főleg így, hogy az inhibitor folyamatosan tudja lőni Kobe. Ő tényleg egy nagyon ügyes lövész jelen pillanatban, a Splice örülhet neki. Fox. És Fox lehet még sebezni, de ugyan tudjuk jól, ez inkább csak piszkálódás. Mikinek az életereje csökken, viszont gyönyörű szép a zónázás, megvan az első inhibitor, baronnal erősítés már egy ideje nincsen a Splice-on, aminek köszönhetően... Kicsit lassabban, de attól függően a hegysárkány erősítésnek köszönhetően ez még mindig van bőven sebzésük. Ezekre a célpontokra időközben elkészült a Seraph ölelése is. Senkaxon még Fox vásárolt magának egy jó kis relight. Fox viszont megeszi jelen pillanatban Mikinek a helyben tartását, de Fox újra tudja tölteni az idei Splatter, elhasználja a törletetlen akaratot. Fox érkezik, ott van négy emberen a vérpest is, ő fölfogja gyógyult tele a teljes életreit szinte, rengeteget, meg is hal Kobe. Ez nagyon veszélyes a Splice-nak, Girius még életben marad, ez szintén veszélyes, jöhet a visszavonat. Úristen, Splatter éppen hogy túléled, Senkax vérszemet kap. Nem, Miki az, aki végül befejezi a kicsi bocit, aki most már tarka is lehet. Girius megúszta Fox, Mr. Alas és Steve szintén egy-egyet cserélt a két csapat, viszont az alsó ösvényen inhibitora már dőlt az sálkénak. És ugye Foxon kívül, aki azért még nem feltétlenül nagyon tankos, bár amikor ezreket tud magán gyógyítani, azért az nem gyenge, kicsit több is volt, mint az ezer, de újra kezdeményez Wunder, beugrik, kiugrik Gilius, és Fox is megy utána, protoöv, minden, amit akarsz, de hát most le akarsz üldözni. Egy olyan fiss szeretnél leüldözni, akinél ott van egyébként minden olyan lehetőség és védelem, mint egy Thresi, mint egy Senkax kábítás, aminek köszönhetően az előző csatát megért. Foxnak el kellett használni a vérmedencét, és még életben marad éppen, hogy robbanékony hordó pont bele Thresi kezébe, és a Vladimir sem tud a végtelenségig gyógyulni. Mehet tovább a Splice, hogyha akar. Kobe messze van, Wunder viszont érkezett teleporttal. A csalit olyan ki fogja megenni, akár mindenki. Megint jó egy kis hordó, Steve-re megy ki végül a csali. Ő most már meg fog halni, azért még elhozza nagyon szépen Zyra-s kalapját, de kettős ember veszteséggel rendelkezik a Schalke jelen pillanatban, és a szuperminionok ott vannak. Megy tovább, Wunder, ő megteheti, mert ő fizz, tud provokálni, miközben Senkák szintén zónázik, Kobe pedig szabadon lőheti a tornyot, és a középső sínen is elhoznak most már egy inhibitort, ha egy Nexus torony elég volt, biztos, ami biztos, ugye nem vállalja túl magát ezek szerint a Splice, hanem akár a Baron Nashort is megpróbálhatja, hogy elhozza. Na, mi? El is tudja hozni, főleg úgy, hogy a Gilius most jóformán felrobbantja, Senkax elhasználja végső képességét. Ez a villanás, ez bölcs volt, viszont teleporttal jön Fox. Mit fogsz tudni csinálni, kedves Vladimir? Egyelőre elpusztul hátul, Sprattel, nincs esélye, robbanékony hordóba Gilius hal meg. Hiába van ott a vérpest is, ez csak gyógyultálásra lesz elég. Nem, azonnal meghal Fox. Nincs az, de hármas gyilkosság van Kobin, és újra jött a csali, Steve is meg fog halni. Kétszeres gyilkosság, quadra kill Kobin. Ez a Caitlyn, ez megállíthatatlan volt mind a két mérkőzés során. És végül
a Splice megérdemelten hozza el mind a két győzelmet. A Schalke... Hát... Nullfia ellen. Hát a 0-4, hogyha ilyen nagyon magyarosan mondjuk, viszont akkor már SCH Alke, és akkor de lényeg annyi, hogy megnyerte a dán csapat, én úgy gondolom, ezt a mérkőzést, nem kicsit, nagyon. Tehát alapvetően megint csak egy kicsit olyasmi felállás volt, vagy legalábbis olyas fajta helyzetben voltak, hogy esetében tudtak felkészülni, illetve építkezni a Schalkénak a csapat felállására. Nézd meg, ott volt fönt Irelia, ott volt két lövész, kvázi lövész dzsungel kindred személyében, illetve Sivir az alsó ösvényen. Mit csináltak? Jöttek a fagyos szív, jött a tolvajs uranó, ami megint csak erősítést kapott a 6.11-es frissítés során, tehát tök érthető volt, hogy ezt megvásárolta magának Wunderwer, sőt, most már csak Wunder, tehát, hogy ezt tudtam, hogy elfogadott. De hát függetlenül ő is nagyon korán, nagyon sokáig csak páncélt épített magának, persze Fox miután megszagolta, vagy kiszagolta a vér szagával, vagy nem tudom, a kis vérzsák, hogy akkor most ott lehetne büntetni azt a Wundert, mert nincsen neki valás sebzése. Igen, azután vásárolt magának egy szellemarcot, de ez körülbelül pont elég is volt. Volt Foxban sebzés, volt tankosság, volt gyógyulási lehetőség, de attól függetlenül én úgy gondolom, hogy kevés volt. Illetve, ha azt nézzük, Fox milyen CC-vel rendelkezel? Alapvetően ugye egy kis lassítása van maximum a vérmedencéből, de ugye belegondolunk, az az egész konstrukció, amit elhozott ugye a Splice, hogy a három égetés plusz a Morellon, amikor a középső ösvényen, konkrétan egyszer mondtam, hogy vissza fogja gyógyulni a három negyed életerejét, mert a vérpest is izé. Akkor. Nagyon sokat tud gyógyulni, de volt egy olyan eset is, amikor alig gyógyult valamit, pont azért, mivel hogy rajta volt az egyik ilyen súlyosabb hatás. Egyértelműen jól reagálta, úgy érzem, a Splice erre, és alapvetően tankosság sem volt meg a Schalke oldaláról, tehát nem volt meg az az ITV lehetőség, hogy egy három égetéses, aníviás, morellonomikonos társaság, ráadásul zárával megspékelve, aki szintén nem defenzív, hogy ezt valahogy visszalökjed. Ugye, nem. Egyrészt a tiltásokból kiindulva maga ellen kitiltott, illetve hát úgy maga ellen, hogy Miki ellen is kitiltottak egy Braumot, kitiltottak egy Bárdot, innentől kezdve már azok a támogató játékosok jöttek szóba, akik általában inkább varázssebzés, távolról kis szurkálódás, pókolgatás, vagy inkább a teljes ilyen tiszta támogatók, akik gyógyítással, vagy gyorsítással, vagy valami ilyesmivel rendelkezik. Ha viszont egy ilyet hoz el, ugye a Schalke, akkor konkrétan rommá verik a csapatát, mert még egy alisztár sincsen törhetetlen akarattal, bármennyire is ott van a gyengítés, és talán érezhető is, nem is kicsit a játékban, nem véletlen, hogy alisztár azért úgy, ahogy nem mondom, hogy teljesen, de azért jobban eltűnt, mint mondjuk azért tavaly, ahol Koreában, Kínában tiltólista első helyén volt konkrétan, mert egyébként első választás jogával élt az az Arisztár, most ő már nincsen. Persze, a töredetlen akarat előtt még mindig tankos az Arisztár, Vladimir tankos lesz majd olyan 30. percre, mert akkor már van neki elég dolga, volt már megint volt szellemarc, minden, amit akarsz, Rilály bőven életerővel csókolom, de Steve bármennyire is ugye megépítette rögtön az első tárgyát, a háromság hatalmát, ami neki kutya kötelessége volt megépíteni, nem nagyon ment rá utána a tankosításra, inkább csak a sebzés. Persze a Malmorcius bendője az tanki. Pontosan, de ne... Még ki? Az volt egyébként, aki jó volt Zajrán. Így van. Na nézzük csak. Jelen pillanatban ugye a Splice elhozott egy magabiztos győzelmet, mindenképpen egészségére. Egészségedre, Darcig. Darcignak is. Úgy érzem, hogy ez a játék, amit mutattak,
ez egy nagyon higgadt és megfontolt játék volt. Tehát, hogy nem arra törekedtek rögtön az elején ilyen 3-as, 4-es sajtaütések, és nem tudom, hanem például a célpontokra nagyon nagy hangsúlyt helyeztek. Én úgy gondolom, hogy irányított végig a Splice, bármennyire is úgy nézett ki, hogy ki lehet kapni Wundert, hopp, kikapom a fősősre, hopp, érkezem két ember az alsősre. Olyan volt, mintha Wunder, nem is tudom, olyan, tehát hogy elszámolta volna magát. Nem feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy végig a Splice olyan szinten dominálta és irányította a mérkőzést, hogy, hogy egyszer nem tudott rá reagálni a Schalke csapata. Tehát oké, kiszedem azt a felsősvényes fiszt, és cserébe elhoznak egy kettes színű tornát, cserébe elhoznak két sárkányt. Mind a két sárkányt úgy hozták el, hogy megölték fiszt, és mi legyen? Ja, hogy közben ők elhoztak már megint egy sárkányt. Ja, hogy ők már hoztak egy kettes színű tornát. Ja, hogy mi nem tudtuk elhozni ezt a tornát, tehát folyamatos hátrányban volt, folyamatos... Nézzünk is egy visszajátszást közben, itt kapcsoljuk a pokoli sárkány körüli első csapatküzdelem igazából. Ez volt az első csapatküzdelem, és nézd meg, milyen későn érkezik, mint Steve, mint Wunder, de Steve-et pedig tökéletesen ki lehet szedni a játékból pont ezzel a fallal, tehát, hogy ő nem tudott mit csinálni. Egyrészt a lövészüket hát pillanatok alatt megették a Schalke játékosainak, és itt nagyon szép volt a válaszreakció a pokoli sárkányra. Arról beszéltünk, hogy a pokoli sárkány az mindkét csapatnak fog kelleni. Tehát ki kellett, hogy alakuljon itt egy olyan csapatküzdelem, ami végül én úgy gondolom, hogy úgy több CC-vel, tehát több befolyásoló CC-vel rendelkező, illetve helyváltoztatással rendelkezővel. És ez kulcsfontosságú, mert hiába volt ott a Proto Vladimirnál, nem tudott most olyan csapatküzdelemre is látszott, hogy nem tudott közel kerülni, illetve nem tudta például a Vérpestist ugye megfelelő mennyiségű ellenfélre rátenni, mert ugye a Vérpestisnek tényleg nem csak a gyógyítása, hanem a plusz 10% extra sebzés, amit kapnak a társak belőle, az nagyon sokat számít, mert ott tényleg még egy kis extra sebzés, esetleg ő a kombóját, hogyha ki tudja vinni arra az emberre, és mondjuk egy fölerősített transzfúzió plusz még a 10% kijön, Nagyon sok, de mindenki azonnal el tudott távolodni, el tudott zónázni, el tudott menni annyira, hogyha valakit fókuszáltál, akkor ő elindult jobbra, mindenki más pedig mondta, hogy majd szevasz, írok, és akkor ennyi. Beszéltünk arról, hogy a Schalkénál nem volt tank, ezzel szemben azért a Splice-nál volt kettő nagyobb tank, illetve azért én úgy gondolom, hogy Senkáksznak is a korokpálcája befejezése után, illetve a Seraffal mindenképpen volt olyan védelmi lehetősége, ami esetekben Vladimirnak is megvolt, ténylegesen, az ő képességeinek és tárgyainak köszönhetően, viszont megint csak ott van az a fajta előny, és akkor most így az előny megvolt. Egy csapatharcban, egy lekövetésben, egy viszont kezdeményezésben a Niviánál, és ezt meg is mutatták nekünk a Splájátosok, hogy amint visszafordul a Nivia, és érkezik a kábítás, a lerohannak téged, és nem tudom, akkor pillanatok után még vissza lehet lőni 2-3 képességet, jöhet még Miki egy-két növényt elültetni, és hello, tehát hogy azért közben... És Miki is nagyon jó kertészkedett végig, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy olyan lefogása volt helyezkötése, ami sorsfordító volt, alapvetően a végső képességét is úgy tudta elhelyezni, hogy például pont majd szerintem fogjuk látni feltehetőleg az alsó ösvénynél lévő egyik csapatküzdelem során, amikor... Meg ott kvázi CC-lok is volt, tehát igen. Folyamatosan egymás után érkeztek a varázslatok, Gragász végső képesség, Zájra végső képesség, pont egymás után, és egyébként én úgy gondolom, hogy a robbanékony hordó és Freshy robbanékony hordó használata az kiváló volt. Alapvetően, ha káoszt kellett teremteni, akkor káoszt teremtett, és szétzilálta, szétdobta az egész Schalke csapatát. Ha gyilkosságra kellett használni, akkor a fejébe robbantotta valakinek. Ha arra kellett használni, hogy gyere csak vissza, te nem mész te sehova, akkor arra. Tehát, hogy jóformán majdnem minden felhasználását láthattuk a Gragász végső képességnek. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy ez egy jó választás volt. És mondjuk kezdeményezésre használni, mint az előző mérkőzésben Giliusz erre rá volt utalva, hogy ő kezdje el a küzdelmet.
Ez nagyon sokat számít az ilyen jellegű karaktereknél, akiknek nagyon nagy lehetőségük van kezdeményezésre, hogy teljesen más dimenziók tárulnak föl, amikor más lehetőségeid vannak. Hány olyan Lisszandrát látunk, aki meg van őrülve azáltal, hogy nem, nincs rákényszerítve a kezdeményezése, és nem annyiból áll a játéka, hogy előre megy a jégösvénnyel, fagyos gyűrű, fagyos sír, és akkor onnantól kezdve pedig a délutáni teáját megissza szépen lassan. Morganával teáznak egyet. Nem, itt is tudott egyértelműen tresi kibontakozni, mert akkor a többiek tudtak kezdeményezni, mert akkor neki is tényleg nem arra ment el az és egész. Ugye Sprattel volt, bocsánat, és ugye Sprattel volt a másik oldalról az igazi kezdeményező, aki aztán tényleg tud érkezni, tényleg be tud robbanni az egész buliba. Csak hát pont egyrészt beszéltünk arról, hogy gyengítések, és az nem biztos, hogy jó fényt vett Alisztára, illetve nem volt ott a tank, nem volt ott senki. Persze láttunk nem egy olyan szituációt már az LCS folyamán, főleg az elmúlt héten, hogy egy Viktor beindul és megőrül és bevillan és protoér és villanás és elindult és kiosztotta a sebzését és hozza a gyilkosságokat, illetve utána saját magát teljes mértékben felgyógyítja. Viszont ez egy teleportos Viktor volt, kezdjük ott, hogy nem is gyorsítás volt nála, és teleport, ami tök valid, tehát hogy persze. Semmi baj nincs azzal, hogyha a teleporttal érkezik a középső ösvényre, viszont túl sokszor kihasználni ezt a teleportot, kulcsfontosságú, kulcshelyzetekben nem nagyon tudta, nem nagyon tudott kilépni. Mert akkor egyszer, későn érkezett. A 17. percben 5000 arany erőny az valami olyan sok, olyan nagy számú, mind tárgyakban, mind célpontokban a másik csapat számára az előny, hogy ténylegesen nagyon-nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy ezt egyáltalán semmisé tud tenni. Vagy tényleg hibázásra kell kényszeríteni, vagy hibáznia kell az ellenfél csapatnak ahhoz, hogy vissza tudjon jönni valaki a meccsbe, mert látszott az, hogy amint a 17. Tehát szerintem a 17. perctől kezdve nem nagyon tudott megszólalni a Schalke ezen a mérkőzésen, el tudott hozni mindent a Splice. Ami szerintem még a Splice játékában nagyon erős volt, az egyértelműen a lövész pozíció, az viszont mind a két mérkőzésen kifogástalan volt. Ugye eleve Kobinak ez a két lén választása egy dolgot megengedett neki, ugye nincsen akkora nagy menekülési képessége két lénnek, de ha jön egy azonnali fókusz, és kilövi a hálót, és villan egyet, és gyógyításon még arrébb menjen, az megtöri az ellenfél offenzíváját, mert vagy előrébb megy még a tank, hogy Kobi, gyere ide, megeszlek, és akkor bemegy szépen ugye ék alakba oldalról, hátulról, megeszik a sárkés lövészeket, vagy meg mindenféle sebzés hordozót, vagy visszavonulnak, és Kobi akkor folytatja, amit elkezdett, és ezt nagyon jól tudta csinálni, Caitlynnel távolról, iszonyat sebzés. És ugye... Egyszer volt talán rá példa, ami erre egy jó reakció lehet, hogy akkor esetlegesen valaki más, mondjuk a felső ösvényes érkezzen a másik oldalról, hátulról, bárhonnan. És amint érkezett a fókusz egyébként Kobira, egyszerűen mutatták, hogy pikpak ki lehet szedni a játék elején, ugrik ő hátra, meg próbál ő menekülni, de hogyha hátul jön egy Illyria, lekábít, vagy csak kiosztja rád a bőrsebzését, nem fogad valószínűleg nem túlélni. Nem túl gyakran fut ki a párizsi a szendvicsből, az biztos. Az biztos, az tuti. Ha meg igen, az meg már vagy nagyon régi, igen. Vagy teljes. Azt a párizsit már nem szabad akkor megenni onnantól kezdve. Igen, akkor valószínűleg az már nem is olyan piros színű, vagy legalábbis olyan hús színű. De mi is volt, akkor ma foglaljuk össze gyorsan. Egy Vitality Orihan mérkőzésünk volt, ami egy-egyel zárult, és itt a First Bloodot, az első gyilkosságot láthattuk. Mighty Bear tudta elhozni a Vitality részéről, és megy tovább az összefoglalónk. Én igazából nem is feltétlen gondolnám, hogy egy olyan meccset, amit nem láttunk, beszéljünk róla, de az mindenképpen fontos, hogy Amazing nem csak itt az első gyilkosságnál, később is volt olyan mérkőzés kettejük között, amikor egyszerűen Mighty Bear úgy leegyvéegyezte, azt hiszem ezen a mérkőzésen, mert akkor is Elissa volt, hogy egyszerűen ott álltunk, hogy konkrétan Amazing besétált így a bokorba, és jött az Elis, és így megette konkrétan. Közben látjuk valószínűleg az utolsó csapat küzdelmek egyikét, amikor is, hát ugye Peke tudott
kellőképpen kibontakozni például, és ugye a győzelmet elhozni. Egyértelműen megint olyan pozícióba került ez a srác, aki, hát hogy is mondjam, ki tudja adni magából azt, ami ott bent van a buksiba. És a ugye pont arról beszélgettünk, hogy mennyire lehet majd az ő helyzetében, mint lövész, és mint általában shot caller pozíció. Tehát ugye ezt, erről pont beszélgettünk is, nem is tudom, mert talán a Fnatic-es meccsen, ugye akkor, meg akkor kaptuk meg azt a bejátszást erről a mérkőzésről, és akkor talán Darcival beszélgettünk egy kicsit erről, hogy azért a Fnatic-ben én úgy gondolom, hogy nem jött jól ki, amikor Reklesznek kellett hívnia ezeket a pozíciókat, mert egyszerűen a lövész pozícióban túl sok mindenre kell odafigyelned, nem lehet még egy plusz kulcsfontosságú pozícióban megkérni, hogy akkor na, akkor légy, még hívjál is már egy-két dolgot, mert elég, hogyha figyelsz a farmodra, figyelsz a pozíciódra, figyelsz arra, hogy hozod a gyilkosságot, figyelsz arra, hogy ki, mikor, merre, mit mozog, és akkor még te döntsél is, még te be is szóljál, hogy akkor most ki hova menjen. Megnézném, hogy Pekelhoz egy karisztát, össze-vissza kell klikkelnie minden, és akkor még le is hozza a taktikákat. Benne van a lehetőség, de egyértelműen nagyobb a hibázási lehetőség az ilyen összecsapások. Viszont ez egy 1-1-es mérkőzés lett, tehát mind a Vitality, mind az Orihen csapata kapott egy-egy pontot a csütörtöki összecsapáson. A másik streamen, amit mi is közvetítettünk magyar nyelven, az H2K és a Giants csapata játszott. Én úgy gondolom, hogy a Giants az első mérkőzésen derekasan helytállt az H2K-jel szemben, konkrétan a játék elejét, sőt, ha lehet ezt így mondani, a játék korai szakaszát, még azt is merem talán mondani, hogy a Giants nyerte meg. Ők hozták el az első gyilkosságokat, sőt, a korai gyilkosságokat is, jól tudtak kimozogni toronyra, jól tudtak kimozogni célpontokra, csak ugye az volt a baj, hogy közben az ösvényfázison az ösvény teljesítmény pedig sokkal jobb volt az éjstükélyeseknél, tehát bármennyire is ott volt a gyilkosság, a torony és minden előny, egyszerűen aranyban még mindig vagy az éjstükély vezetett, vagy teljes mértékben egyenlő volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a Giants önmagához képest, illetve hogy most talán a leggyengébb csapatok egyike közé tartozik, szerintem abszolút derekasan helytállt az H2K-jel szemben, bármennyire is 2-0-ra nyert az előbb említett csapat. És akkor tovább menvé, igazából, ha már itt a 2-0, akkor úgy gondolom folytassuk a másik ággal, mármint hogy a másik 2-0-ánkkal, ugyanúgy a Fnatic és Unicorns of Love összecsapását, amit közvetítettünk. Talán hasonló volt a szituáció ezen a mérkőzésen is, mint az H2K Giantsnél, hogy az első mérkőzés során sokkal inkább benne volt a mérkőzésben a vesztes csapat is, az az Unicornisok. A másodikra viszont látszik a BO2-es mérkőzésnek is az egyfajta előnye, hátránya. Tehát, hogy ott bőven benne van a pakliba, egyre a Unicorns of Love úgy néz ki, hogy tartja magát makacsul ahhoz, hogy egy ilyen széria során, ha vereséggel kezd, akkor nagyon nehezen tud talpra állni. Számtalan alkalommal ezt mostanában megmutatták. Amivel nem lesz gond, ha kieverik ezt mondjuk a holnap nyernek. Egy-két hétben, vagy holnap nyernek. És legalább szerzik a mindenki tapasztalatot. Mindenki ellen nyernek. Mindenki ellen. Végig. De legalább szerzik a tapasztalatot az ilyen szériákba is, és bejutnak a rájátszásba, vagy esetleg ugye a relegációs mérkőzésen kell nekik játszani, de az ennyi, hogy amikor létfontosságban az ilyen széria, akkor van esélyük addigra kinőni ezt a lehetőséget, ezt a gyerekbetegséget. De van mind javítani, mert a második mérkőzésre összezuhantak. Látunk is itt amúgy most az első mérkőzésből egy zseniális csacsi játékot. Tehát itt Spirit az teljesen szerintem elhagyta a világát és magát is. Én úgy gondolom, hogy mind az első meccsen, mind a második meccsen pont azt láttuk a Unicorns of Love-tól, hogy mernek újat húzni, mernek meglepő választásokat hozni. Kifejezetten örültünk Darciggal, Exile-nak a Yasuo-jához, csak ilyen egyrészt unlucky szituációkban, másrészt pedig Reckless borzalmas szép játékával. Itt Veritas az, amikor előre villan és így hoz el még két gyilkosságot a biztos halálból, hát az valami gyönyörű szép volt. Tehát ezért mondtuk azt, hogy ebben a mérkőzésben bőven benne volt az, hogy Unicorns of Love valamit tud tenni. Én úgy gondolom, hogyha Exile-t nem kapják el annyiszor pozíción kívül
Yasuoval, illetve egyszer-kétszer el tudja kapni Reckless-t, amire lehetett volna lehetősége, akkor mindenképpen jobban jöhetett volna ki a Unicorns of Love. A második mérkőzésen Hüzicsacsinak az újítása, hogy behozta a Kraken papnőt az LCS-be is, ötletnek abszolút jó volt. Egyrészt nekem az a bajom, hogy idő kell neki, mármint például ahhoz, hogy ő ki tudja osztani a sebzését, és ez hatással legyen a csapatharcra, ahhoz idő kell. De hát... És nem egy 5-0-as, 5-0-1-es CV rögtön a játék első, nem tudom, 10 percében. Ez így van. Tehát, hogy ott és egyértelműen Veritas és Hillsong párosa az nem tudta kezelni Reckless és Yellow Star dúóját, tehát a 2-0-as CV-r utána hát 2-2-es helyzetben lehozott gyakorlatilag könnyedén megint két gyilkosságot, mindenféle dzsungeles segítség nélkül, ez outplay volt, és Reckless pedig föl tudja karolni a csapata, hogy támogassa, megkapja az előnyt. És már az első meccsen is egyébként azt, amit Hillsong és Yellow Star egymás ellen leművelt, az gyönyörű szép volt. Tehát ment egymásra a szurkálódás, ott Karma és Nami egymás ellen. Olyan brutális sebzések voltak az első három szinten, hogy csak így tátottuk a szánkat a darcig, hogy wow, figyelj, ezek mindjárt kinyírják egymást, azt még hagyjám, de még figyeld, a lövészre milyen sebzése van. Tehát abszolút látszott ténylegesen, úgy gondolom az első meccsen, hogy ott van a helyük. Csak pont ezen beszélgettünk az első elvesztett meccs után, hogy fog jönni a Unicorns of Love a másodikra. És úgy gondolom, hogy hát... Nincsen az a baj, ha valaki nehezen kezd, mert nincsen egy tavalyi nyári évados Fnatic jelen pillanatban itt, nincsen egy idei tavaszi évados Immortals nincsen itt, tehát kicsit kiegyenlítettebbnek tűnnek a dolgok, így is, főleg, hogy a G2 is ugye most egy döntetlent játszott, tehát nincsen olyan csapat, aki így egyből veretlenül jönne bele az egészbe. Legalábbis szerintem nincsen. Igen, mert a G2 kezdte egyedül a mai napot veretlenül, szóval mindenkinek van már legalább egy döntetlene. Ami azért is fontos, mert a fejlődést jutalmazza. Jutalmazza ez a rendszer. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem csak a Unicorns of Love-nak, de még a Giants-nek, a Sharky-nak is, és mindenkinek van lehetősége arra, hogy tényleg oda tegye magát, és a meta is változni fog azzal, hogy jönnek majd újabb változtatások, újabb patchek, egy kis átalakításítés ott, egy kis bevállalás, Talia is szerintem be fog jönni előbb-utóbb az egész játékba. Mármint úgy gondolom, hogy még pár hét mindenképpen kell a profi játékosoknak ahhoz, hogy egyrészt kitalálják, hogy hova, hogy mikor, milyen kompozícióba, miért is lesz az jó. Azért azt látjuk, hogy az új hősök általában később érnek be, vagy később érkeznek el a profi ligába. Tarik is eddig egyszer volt ugye Hillsong kezébe. Tehát, és az viszont zseniális volt amúgy, hogy Veritas a mai napra úgy jött, hogy az összes hős tehát hogy minden a meccsre más hőssel jött. Rocket G2, én úgy gondolom, hogy a G2-nak kedvezett alaphangon ez a mérkőzés, vagy hát legalábbis őket várta mindenki talán biztos győztesként ki ebből az összecsapásból, viszont nem lehet a Rocketet egyszerűen leírni, a levegőben megkapott Lissandra végső képességet. Három olyan képességet kapott be, hogy jégösvény is nem. De jó, de Peci, hát ugye, Zillian azt mondja, hogy engem az rohadtul nem érdekel. Persze. Korvarás, aztán csókolom. Tehát így ezt egyébként el is tudta hozni a G2 az első mérkőzést. A másodikra pedig egyébként szintén nagyon jól tudott visszajönni, és meg tudta szerezni megint csak az előnyt, tehát a korai előnyt, de Ervex azért nem gyengére. Zseniális volt, hibázott a G2, de mi volt a végső küzdelemben, azért arra is kíváncsi vagyok. Perks hibázz el. Én alapvetően itt 2-3 csapatküzdelem volt az, ami meg pecsételte. Tehát ezelőtt volt még egy csapatküzdelem, onnan elhozta a baronnasort, a Rocket, majd a következő csapatküzdelembe pedig már be tudta tolni teljesen a Nexusig
a játékot így meg is tudta nyerni a második mérkőzést, tehát kiegyenlített, és én a Rocketben rettentő sok lehetőséget látok. Most én úgy gondolom, hogy erősebb ez a csapat, mint tavaly tavasszal volt. Pont azért mondtam, hogy talán a Giants nem látom egyedül még azt, hogy ők mikor fognak majd felkelni, és azt mondani, hogy na, akkor most beindultunk és verjük a nagyobb csapatokat, vagy bármilyen csapatot is. Viszont a többi 9... Van lehetőség, és a Rocket részéről én ki szeretném emelni Becit, aki emlékszem, hogy ugye a tavalyi tavaszi évad során szerepelt először az LCS-ben, és azóta folyamatosan tud fejlődést mutatni. Tehát, hogy folyamatosan ugye elsőként csereként volt a Gambitbe, aztán utána kapott egy teljes pozíciót, azt is megszokta nyáron, és tavaszóta is, ugye amikor egyre jobb társaságot kap maga mellé, és nem tavaly is köré akarták építeni ezt a Rocketet, én úgy érzem, mármint, hogy tavaly az a tavasszal értem, most a tavaszi Rocketre értem, ezért néztem furán, mert össze-vissza vagyok így az időeltalódásokkal, hogy most akkor a tavaly az tavasz, vagy az ténylegesen 2015, de hogy nem mindegy. Tehát, hogy tavasszal, 2016 tavaszi évadát én úgy gondolom, hogy Becci köré szerették volna felhúzni azt a csapatot, nem feltétlen jött össze. Erre nem biztos, hogy készen áll, de benne van a lehetőség. Hát, én úgy gondolom, hogy készen állt, mert a Rocket mérkőzésein ő 80%-ban tökéletesen jól szerepelt. És az ösvényfázis mindig le tudta hozni? Csak ez a így csapat? Van. Csak egyszerűen, hát igen, mindig a csapat a hibás. Tehát Challenger skill, látjuk Betsy, de a csapat. Nem, de hogy is ez egyébként, ez nem igaz. De attól függetlenül én azt mondom, hogy az nem biztos jó, hogy valaki köré nagyon erőszakosan akarok építeni egy csapatot. Én most ugyanezt a hibát veszem észre, viccen kívül Észak-Amerikában az Energy-nél, hogy GBM köré akarnak már oda pakolni ilyen-olyan minél nagyobb nevű játékosokat, visszahozzuk Kvaszt, mert hogy mégiscsak, meg nem tudom. Nem biztos, inkább valahogy össze kéne szoktatni, azt mondani, hogy jó, és egyébként itt meglátszik egyébként azt, hogy Ervex azért maradt. Tehát, hogy nem egy full komplett csapatot húztak föl Becci köré, hanem azért maradjon még egy-két régi ismerős, maradjon még egy-két olyan, akivel kényelmes volt együtt játszani. De én úgy gondolom, hogy például Steelback is egyébként egy nagy-nagy segítség a Rocketnek lövész pozícióba. Ők azzal szenvedtek nagyon nyáron a lövész pozícióba, hogy most hogy lesz, hogy nem, vagy tavasszal, bocsánat, hogy lesz, hogy nem lesz, ki jó, ki nem. De végül ez is ugye döntetlen lett, és az utolsó mérkőzésünk az 5. szám szerint, amiből megint csak 2 volt, tehát akkor a 9-10. Most jól számolok? Nem. A 5. 6. 9-10. Miért? Az utolsó, az Price. Ja, igen, jó. Jól számoltál. Ahogy én számoltam, úgy nem, de én a közvetítéseinket néztem. Nyilvánvalóan tényleg a mai nap 9.-10. mérkőzése volt a Splice és a Schalke Nullfia csapatának küzdelme. Úgy gondolom, hogy itt, hát erről ugye beszéltünk már nem is keveset, ügyes volt a Splice, ügyes volt a Schalke, de a Splice egyértelműen stratégiailag, taktikailag képes volt jobban kijátszani az idézők szurdoka által nyújtott előnyöket, és még mindig nagyon sokat számít itt az, hogy hogyan használt ki a dolgokat. Közben látjuk itt Mikinek az első hát meglepetés csomagját, amit ugye hát átvett. De ez egy nagyon jó mérkőzés volt amúgy továbbra is, tehát, hogy... És egyébként utána alapvetően Mikinek bármennyire is volt egy-két olyan sorskeze, amit bemutattatok talán még az elemzés után, hogy az milyen szintű sorskeze volt, de azért attól függetlenül volt egy-két olyan sorskeze, amivel viszont menteni önmagát mást egyszerűen tökéletesen tudott. És végül ugye ezt a Splice Schalke összecsapást hát azért el tudta hozni a Splice. Az első meccsen nem feltétlenül, de az első meccs alapján inkább talán egy döntetlent vártunk volna ettől a két, illetve én még a játékok előtt is talán egy döntetlenre szavaztam volna, mert tudtam, hogy nagyon erős a Splice csapata, mert ők ténylegesen már, én úgy gondolom, hogy összeszoktak tavaly egy komplett évad, vagy legalábbis egy fél évad során.
illetve Mikinek az érkezése, mint támogató, nem feltétlen olyan hú de nagy kavar és változása a csapat életében, hogy ezt mondjuk Yamato Kanon ne tudná leágyúzni, és azt mondani, hogy nem, a mély hangjával egyébként szerintem egyébként, persze, de egyébként a PTA-ban is jó volt a végén, amikor... Azt érdemes majd egyszer visszanéznetek. Egy hatalmas forma amúgy a Splice-nek az edzője, úgy gondolom, kivétel, amikor Garbót vesz föl, de akkor is forma, csak na mindegy, ez hagyja. Hát végül is Garbó ide, Garbó oda, 2-0-ra akkor is csak sikerült nyerni a Schalke ellen, akiben én úgy gondolom, hogy lehetőség bőven van, és bármennyire is dicsértük múlt héten Giliuszt, ma Nem érdemelte meg a dicséretet. De. A múlt heti teljesítménye alapján a múlt heti dicséretet megérdemelte, a mait azt nem feltétlen. Valamilyen szinten ugye azért inkább hibázott, igazából is többet hibázott, mint amennyit. Nem tudjuk neki volna a Gragász, a Kindredet pedig egyáltalán nem tudta kihasználni szintén. Nem, mert ezt konkrétan olyan szinten counterölték, ahogy a Logic Gaming még nem nyert meccset. Tehát, egészen konkrétan. Úgy érzem, hogy alapvetően a Schalkének is most rendbe kell tennie magát fejbe. Sokkal erősebb kezdésük volt a múlt héten. Nyilván az egy győzelem, egy döntetlen, azért az egy olyan dolog, főleg, hogy a döntetlen az H2K ellen volt, aki egy nagyon erősnek mondható csapat, mindig is. Szóval, hogy összességében nézzük meg az állást. Igen, a tabellát, ne azt nézzük, hogy soksz, hogy dobálja a papírokat, hanem hogy a tabellát. G2 és Fnatic az első helyen egyértelműen, utána követi ezt az H2K és a Splice 2-se, a Schalke a nevető 5., és jön a vég. Hát a vég azért az kicsit durva, mert azért a Unicorns of Love, a Rocket, illetve a Vitality azok, akik ugye 3-3 ponttal állnak, ami ugye pont azért érdekes, mert mind a Rocket, mind a Vitality eddig 3 döntetlent játszottak. Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb küzdelmek árán szerezték meg azt a 3 pontot, mint a Unicorns of Love igaz gyönyörű szép játékkal, igaz nagyon jó taktikával és hívásokkal az Orihen ellen, főleg tényleg a játék korai szakaszára koncentrálva, de elhozta azt az egy győzelmét, ezzel hopp, kapott 3 pontot, míg ténylegesen egyébként, ha csak ugye a tabellára pillant az ember, és azt mondja, hogy Vitality, meg nem tudom, ennek csak 3 pontja van, de ők egy pontosával szenvedték meg azokat a pontokat, hogy akkor hogy lehet majd az tabellánál, és ugye egyedül a Giants volt szegénykém, aki 0 ponta lett. És ugye, ha már kiemeltük is, a Schalke játszott a legvégén, akkor igazából a Schalke már begyújtott mindent. Tehát, hogy egy. Tehát a lényeg annyi, hogy neki mindenből egyet kérek, aztán majd eldöntöm, hogy mi lesz. Szerintem egyébként lehet, hogy így nekik van a legtöbb tapasztalatuk most így az első 3 nap után, mert nekik már volt győzelmük, vereségük és döntetlenjük is. Ők úgy tudnak ma este lefeküdni, ha lefekszenek aludni, vagy hát ki tudja, azért mégiscsak még ma van, tehát holnapra még lehet pihenni. Ők úgy tudnak már lefeküdni, aludni, hogy jó van, srácok, amint egyrészt vége lesz az interjúnak velük, és hazaengedik az embereket, de hogy jó van, srácok, kipróbáltuk, vagy legalábbis megtapasztaltuk, hogy milyen győzelemmel eljönni egy napról, milyen vereséggel eljönni egy napról, illetve milyen egyébként a döntetlen is. Tehát a tapasztalat szintjén az tök jó, hogy ugye mind a 3 lejátszódott már az ő fejükben, megélték, tudják, mi van. És itt nagyon sokat fog jelenteni amúgy a tapasztalat, hogy az egész rendszernek ez talán a legnagyobb előnye többek között, hogy az európai csapatok rengeteg sok tapasztalatot szereznek, hát nem kell annyi matekosnak lenni, hogy 2-szer annyi játékot fognak játszani, mint egy alapévad során, és bőven rájuk fér. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas évad előtt állunk az elmúlt 3 nap alapján, ugye itt most azt értem az első hét első és második napját, illetve a mai napot. Nincsenek lefutott mérkőzések, a G2 és a Fnatic első helyen áll, de nem gondolom magabiztos elsőnek őket jelen pillanatban, annak ellenére, hogy kétségtelenül ők tudták elhozni a legtöbb pontot, azért mégis csak... De verhető mindkét csapat. Abszolút. Tehát azért ezt már egyrészt a két döntetlen is megmutatta, hogy igenis van ellenszere mind a Fnaticnek, mind a G2-nak. Bár igaz, ami igaz, attól függetlenül, hogy a G2 ma
egy döntetlen tudott játszani. Attól függetlenül mit érz Van párossal, szerintem iszonyat erősítés ennek a csapatnak, és ameddig nem szállnak el, vagy nem esnek át a ló túloldalára, gondolok itt bármiféle észak-amerikai csapat, nem, dehogy is. De hát a függetlenül, ameddig ez nem történik meg, addig én úgy gondolom, hogy a G2 még mindig az első helyért fog küzdeni nyáron is. Főleg úgy egyébként, hogy jönnek már a cserék is. Tehát például az, hogy Kikiszt ma le lehetett ültetni a cserepadra. Nézzük meg a holnapi mérkőzéseket, hogy milyen meccsek következnek. Ugye ma az egyes csatorna, lehet így mondani, az üzemelt, holnap pedig a kettes fog. És a Vitality Rocket összecsapása nagyon ígéretesnek tűnik, rögtön 5 órakor ezzel fogunk kezdeni. A Unicorns of Love pedig a Giants-el küzd meg, és mondanám azt, hogy ez egy kötelező győzelemmel kéne, hogy záruljon ez a mérkőzés. A Giantsnek, ja nem? De hogy egyébként nekik is, tehát hogy most bocsánat, de bármelyik oldalról nézem, vagy bármelyik csapat szemszögéből nézem ezt a mérkőzést. Kell ez a győzelem. Egyértelmű. Ez döntetlennek kevés, tehát tehát hogy pont ezzel a BO2-es rendszerrel, hogy van döntetlen, meg tehát hogy egyrészt ezzel bonyolítják ezt az egész szituációt, viszont én úgy gondolom, hogy mind a Giantsnek, mind a Unicorns of Love-nak holnap egy döntetlen az egy rossz eredmény, az egy kevés eredmény. Valamelyik csapatnak győzni kell, valamelyik csapatnak el kell hozni a 3 pontot, mert egyébként borzalmasan le fog maradni, jelen esetben a Giants, hogyha csak 1 pontot de el tudni, a Unicorns of Love nem tudja tartani a lépést, hogyha esetleg valamelyik oldalról megindulna valaki egy győzelmi szériával. Én úgy gondolom, mindkét csapatnak holnap kutya kötelessége nyerni. És utána pedig az Orihen játszik a Schalke Nofia csapatával. Összességében pedig ez azért lehet nagyon jó, mert bemutatkozik a magyar közönség előtt is Pekka DC, és hát akkor adjuk át, úgy érzem, a szót a mai nap összefoglalójának, ami a játékokat illeti. Mi innen a magyar stúdióból köszönjük szépen a figyelmet. Holnap délután 5 órakor folytatódik az Európai LCS a második hét második napjával. Jó pihenést, holnap 5-kor találkozunk. Sziasztok! Apa.